Miért nem igaz? A koreai proféták miről szólnak? Igen, a korszakokról szól. A koreai proféták a koreai korszakról beszélnek, a késő profétákról beszélnek. Pontosan, tehát ez hamis. Kinek ez hibátlan? Egy hiba, két hiba, három hiba. Jó, kettesre átmentetek. Jó van. Na. Oké, és oké. Másodperc, Ctrl-P. Megkettőzzük. Terjesztjük. Azaz, szuper jó. Jó van. Másodperc. Na, ma folytatjuk tovább a történelmi részeket. Méghozzá a történelem után egy picit. Ugye, pár szót szeretném megtanulni veletek ma. Például azt a szót, hogy misna. Mindjárt átadom ide. Nektek. Misna. A misna azért fontos szó, mert azt mondja a zsidó hagyomány, hogy a misna Tóra se beáll P, mint látjátok, a szóbeli hagyomány, szóbeli Tóra, mondja, magyar Wikipedia-sról mondja, és azt mondja, mint másodszor, hogy behoztam ezt a lapot, bocsánat, itt a többiekkel is, csak hogy ezt elfelejtettem. Bocsánatot kérek. Igen, ide. Igen. Szóval, hogy a zsidó hagyomány szerint a szóbeli tóra, tehát a szóbeli tan, szóbeli tóra, mint látjuk, azt mondjuk, hogy ezt is megkaptuk a Szináj hegyen. Tehát éjszaka, nappal a Mózes átvette az írottant, és éjjel átvette, éjjel belekérdezett, hogy Isten, mit jelent ez? Mi a sabbát? Mi ez a kóserság? Mi ez a menóra? És Isten szépen elmondja neki, mi ez a polgári, mi ez a büntetőjog? Szépen elmondja Isten neki, mi, ezt Mózes megtanulta, nem írta le, volt kérdés, mindig megválaszolt, hogy mi a Pészak, mi a Savuot, mi stb. És amikor a zsidó nép elkezdett szétesni egy picit, akkor a római támadások után a rabik úgy döntöttek, hogy leírják mégis a szóbeli tant, ami akkor már több mint 1000 éves volt, és hiába a szóbeli tan, leírják, és így lesz később a szóbeli tanból írott annak egy része. Dőjön fog valami szóbeli tan. Picit nézzük meg ezt vagy egy nagyon kedvenc táblázatom, The Jewish Timeline nevű táblázat. Képeket nézzünk hozzá. Igen, ez az. Ez egy nagy kedvenc táblázatom. Ezt sokszor osztottam meg veletek. Igen, látjátok, hát ugye így néz a zsidó történet nagyjából. Igen. Ugye itt vannak a bírák kora, látjátok, itt van ányád, de ugorj már fel egy folytával. Na, itt van, látjátok, igen, szóval itt a csúcspont, ugye, na jó, szóval értitek, jó? Most kiszúrok a világgal, mert képmétes újlapon, tessék, nem fog felugrani most már, itt van, ez már nem ugrik fel. Aj, de jó! Ez a zsidó nép lakosságát jelenti egyébként, mennyien voltak a zsidók, hány millióan voltak, tehát nézzétek meg, nagyon durva egyébként, látjátok, hogy
A zsidó nép lakossága itt, amikor ízlésre a ketté szakad, 5 millió volt körülbelül. Ez nagyon durva, tehát nagyon komoly. És ugye innen itt van asszihódítás, látjátok, asszihódítás, babéli fogság, lemegy 0,3 millióra. Tehát a zsidó népnek a 90%-át meggyilkolták gyakorlatilag itt egyszer. Itt perzsa időszak szépen emelkedik, látjátok, hogy nagyon komoly növekedés van, ugye a makabeus féle felkelés, és ismét ugye a csúcson a római hatalom alatt 70, a másik szerint lerombolják, 4 millióan raknak, és akkor itt lezuham a lakosság megint. Itt látjátok, hogy fogjátok. Itt van Misna. Itt a Misna kora. Itt van a Bibliának a kanonizációja. És amikor itt lezuhant, ennyire itt, ekkor mondják a rabbik azt, ide lement, hogy kérem szépen, le kell írnunk mindazt a hagyományt, amely innentől, itt volt ugye Mózes, innentől idáig, ebben a 1000 esztendőben, 1300 esztendőben összegyűlt szóval hagyományként, ez lesz maga a Misna, amit leír, és azt mondják, hogy minden, amit leírnak itt a Misnában, azt Mózes megkapta a Sinai hegyen. És látjátok azt is, hogy itt van a picit a itt volt már előbb, itt láttátok, a Tanáknak a kanonizációja, ugye kánon szó az ismerni kell, a Tanák ugye a Héber Biblia, ez is körülbelül itt, amikor visszatérnek a zsidók Perzsia köszönhetően, itt kezdik összerakni a Bibliát, összegyűjtenek minden adatot, itt nyugalom van, nincs háború, vagy pici háború megint a makabusoknál, de itt rakják össze, és itt fejeződik be körülbelül a Biblia összerakása, tehát ez a kb. 300 esztendő alatt rakják össze a komplet szentírást, 300-400, és rabbi Akiva lesz majd az, rabbi Akiva, keresünk rabbi Akivát, valahol itt lesz, itt van rabbi Akiva, ő lesz majd az, itt él körülbelül, látjátok, rabbi Akiva, aki a Bibliára a pecsétet rárakja. Ő rakja be az utolsó könyvet, az énekek énekét. A szövegbe, a Bibliában, és ezzel lesz lezárva a Tanák a Biblia, de ekkor már, mint mondtam, volt, paralel élt a szóbeli tannak a egész rendszer. Ugye ti látjátok a timeline-t, ugye? De ugye látjátok, itt a zoomosokról kérdezem közben. Igen. Jó. Szóval egy nagyon izgalmas korszak volt ez a kb. 400 esztendő. Mondom még egyszer, hogy ebben a 400 esztendőben lehet összerakva a Biblia, plusz a Misnát is le kell írni, és ezt a korszakot meg elnevezik Tanaiták korának. Ez az a 200 esztendő, amíg a szóbeli hagyományt összegyűjtik mindenhonnan. És egy pár embert érdemes itt ugye megjegyezni, az ugye egyik volt, hogy rabbi Akiva. Ugye rabbi Akivát előbb néztük már, rabbi Akiva, aki kortársa volt a Bar Kokhbának, azért fontos a két embert egymás mellett emlegetni, látjuk, Bar Kokhba nagyon fiatal, mert ő a Bar Kokhba féle játék, innen származik a Bar Kokhba. Azt jelenti, hogy a csillagfia. A csillagfia egy lázadó volt. Méghozzá, mint látjátok, a rómaiak ellen lázadt föl. A szent lerombolása után úgy érzi, hogy vissza tudja állítani újra az Izraelt, és amikor egyszer már a zsidóság visszatért itt a nullából, ő is vissza akart állítani nullából a zsidóságot, és rabbi Akiva volt az ő rabbia, és ő nevezte el Bar Kokhbának
a csillag fiának, és így keltek föl a rómaiak ellen. Mint látjuk, elég szomorú véget értek, egyszerre értek véget, mert mind a kettőt kivégezték a rómaiak, leverték a lázadást, és kivégezték. Itt vagyunk, itt ez a bizonyos Barkokba felkelés, látjátok. 70 évvel volt a Szent Irombalása után, mert abban hittek, hogy a 70 éves időszak, Isten mesélíti őket 70-től 140-ig, gyorsan föllázadnak, leverik Rómát, hiszen Isten velük van, fűtli a szentét. Hát ez nem így működött sajnos, hanem ez is másképpen működött, de mindenképpen Rabbi Akivát is, meg Balkóbát is a rómaiak elfelejtés kivézték. Rabbi Akiva nagyon öreg volt, már látjátok, hogy öreg bácsi volt, Balkóba egy fiatal ember volt, és mindenkit kivégezték sajnos, és a rómaiak egyre erősebbek lettek, olyannyira, mint látjátok, itt a... Na, hol van? Na, menjünk vissza. Itt a zsidóknak így kb. 200 körül is kellett mennie már a Szentföldről, tehát, mert nem voltak háborúk, ez elvándorlás volt. Mint most hülye hangzik, mint most Magyarország, hogy szar a helyzet, nincsen izé, drága a benzin, emek Angliába az emberek, és ez volt, az a rómaiak, nem volt jó, bántották, ezt fogták magukat, és elmentek Babilóniába, és ott élnek, és a babiloniai közösség azt mondta, hogy nézzük meg az egész Bibliát még egyszer, és kezdjük tovább tanulni, és elkezdték tanulni a Misnát, meg a Tórát, és ezt a nagy-nagy tanulást tanázva tanultak, és így ült egy rabbi, ott volt több száz diák, előadásra beszélgettek, ezt a beszélgetést írták le a későbbiekben, ez úgy, aki tud héberül, Omer, azt jelenti mondani. Anni Omer. Valamit, az amoraim, a mondók. És az amoraim, amikor a sok-sok beszélgető tanház tanuló volt, ő leírták ezt a beszélgetéseket, 500 körül, ez lesz majd a Talmud. Hát 500 körül a babiloni Talmud. A babiloni Talmud egy jegyzőkönyv lesz, ennek a sok-sok évnek a tanulásnak a jegyzőkönyve. Tehát magyarul ugye kiáll a rabbi, mond valamit, a tiágok válaszolnak, belekérdeznek, stb. És ez lesz maga a Talmud, egy óriási jegyzőkönyv, hogy el tudjuk képzelni ezt a Talmudot. Hogy ezt hogy képzeljük a Talmudot? Hát eleve ennyi könyvből áll, 20 kötetes, óriási könyv, lapok így néznek ki mai napban, főoldal, kommentárok, tehát mondjuk a Talmud lap, gyártyát, így néz ki, de igazán ez a közös a törzs szöveg, oda a kommentátorok vannak, és még egyszer mondom, hogy itt van tessék, nagyon szép is Talmud lap, és tényleg 20 kötetből áll. Ezt gondoljátok bele, mint ha leírnánk 300 év, a Rákóczi-féle szabadságharctól mostanáig, 300 év, minden beszélgetést, ami lezajlott a magyar budai várban, a királyok, a hercegek, a tisztviselők, ebben minden benne van Talmudban. Tehát, és ez a 300 év a tanulás a Talmud, plusz még ugye kommentárják is, itt így néz ki, egy Talmud lap, így néz ki. Tehát ez lesz a zsidóságnak egy alapkönyve, a Talmud. Igen, a fiúra eszik, ad igen, tehát itt egy Talmud lap. A törzs szöveg, ez a misnai részét, egy kisi misna, majd itt utána erről fognak beszélgetni 5 oldalon keresztül. Tehát van, hogy felolva egy témát, és ezek még oldalt kommentátorok vannak benne, egy kommentár, két kommentár, csomó kommentár van benne, hozzátesznek, kivesznek, stb. Tehát ez maga a Talmud,
Egy nagy-nagy jegyzőkönyv, mint látjátok, nincsen punktálva, nincs pontozva, és arameus nyelven van, ez a beszélt nyelv akkoriban. Egy picit én annyit hibáztam most, hogy egy témát, egy mondatot átugrottam sajnos itt, mindjárt visszamegyek oda, mert elfelejtem egy dolgot mondani nektek, főtem magamnak, és hogy beszélni kell róla egy perc erejéig, ez a nulla. Jézus, stb. Korszaka. 0-50 körül. Tehát nem ez egy zsidó üzébe is beakják a... Mint látjátok, szintén nulla körül, ugye, F11, hát jobban látszik, itt nulla körül, de elég sok minden volt. Tehát látjátok ezt a Bibliát, Hillel, Sammáj, Heródes, itt van, de nagyon komoly figurák vannak itt. Ekkoriban, és azt is látjátok, hogy a zsidóság brutálisan emelkedett. Hát nagyon komoly emelkedése volt, egy béke volt, jó volt a termés, emberek jöttek Izraelbe, ott letelepedtek. Tehát ez a, itt a, amit a megverték a görögöket, és kivonult a görögök, ez egy nyugodt időszak volt itt tényleg a zsidóság történelmében. Bár, mint látjátok, ugye itt van egy érdekes szám, a sárga és a kék. A sárga az Afrika, Ázsia, stb. Kék meg Izrael, tehát hiába látjuk, hogy fölmegy a izraeli lakosság is, de egyre erősebb a diaszpóra. Tehát Egyiptom, Babilónia, Európa szép lassan, tehát a zsidóság nőn emelkedik, diaszpórában is nyugodtan élnek, és a Szentföldön is nyugodtan élnek. És így lesz, ugye, amikor elmennek a Szentföldről már, és egyenlő a diaszpóra száma. Na, oké, itt vagyunk, és ekkoriban kialakult ebben a nyugodt időszakban három túlélési módszer a zsidóknak. Hogyan lehetünk még jobb zsidók? Egyik azt mondta, hogy a zsidóság túlélése az, ha visszamegyek egészen idáig, a csúcsra. Itt volt Salamon király, látjátok, az első szentély felépítése, és az egy nagyon idilli időszak volt, a zsidóság egységes volt, az menjünk vissza egész a vegytiszta tóráig. Nem kell magyarázni minden, ami ott volt, az egy tök jó, ezt az egész szóbelitant, meg a profétákat, meg itt lezajlanak, ezt engedjük el, ezek okoskodó emberek voltak, picit már nyugalom van, legyen egy konzervatív visszafordulás, és magukat úgy kezdték nevezni, amiképpen hívták az első szentének a legelső főpapját, itt Cadoknak hívtak, elnevezte magukat hébről Cadukimnak, magyarul Szaddoceusoknak. És azt mondták, hogy minden, ami ilyen profétai, meg ilyen rabbinikus, azt engedjük el, nincs sem bizonyíték. Mit mond egy profét, azt mond, amit akar. Mit mond a Misna, Talmud, kit érdekel, mi minden emberi okosság, amiatt porában van írva, fekete-fehér, csókolom. Volt a másik típusú csapat, akik azt mondták, hogy engedjük el ezt a komplett szóbeli, írásbeli rendszert, és egy picit váljunk le a központi tórától, és kezdjük értelmezni, hogy mit is jelent ez nekünk. Mit jelent ma, 1000 évvel Salamon király után a tóra. És magukat elnevezték ilyen játékos névvel, duplányat adtak, hogy leválók, illetve magyarázók. A két szó ugyanaz héberül, perés, lifros, perus, és leafris, perusim, magyarul farizeusok.
ők lettek a modern zsidóságnak a vezetők, akik azt mondták, hogy mindenképp nézve a szóbeli tan, mit jelent ma a kóser, mi a szentírás, mik a proféták, stb. És volt egy harmadik típusú csapat, azt mondták, hogy egyik 19, másik egy hiány 20, gyakorlatilag ezek visszarendeződők, ezek meg túlmodernek, itt igazándiból egy igazi út van, se nem a Cadok főpap, se az okoskodó rabbinikus zsidó, de menjünk vissza Mózesig rögtön. És hova kell menni Mózeshez? Ki a sivatagba? Aki ki a sivatag, ott van a Tórát, és kimentek a sivatagba, mondja a sivatag, ugye ott a Jeruzsálem mellett, a Holtenger környéke. Ezek lettek azok a csapatok, azok a közösségek, akiket ma úgy hívunk, hogy holtengeri közösségek. Ugye talán mindenki látta ezeket a képeket. Ugye a holtengeri tekercsekről fönnmaradtak holtengeri tekercsekről fönnmaradtak a... Ja, igen. Qumran, ez az. Ezek a figurák kiköltöztek a bűnös városból messze, és egyszerűen barlangokban éltek, és szövegmásolások, abból keresek pénzt. Ilyen szöveget másolgattak, írnokok voltak, stb. És amikor baj volt, akkor ezen fogták, és elrejtették az írományaikat, itt van, tessék, ilyenkel laktak, korsókba, és elrejtették, és ugye teljesen, tessék, itt van, itt láttam, hát korsóba rejtették, és végül ugye ezeket tálták meg egy pásztorfiú a 1950, mitől mikor. Hát ez a, és ekkor dőlt fény, így tudták el a közösség, tehát a Josephus Flavius leírta ezeket a közösségeket, egy picit ott nem volt ennyi durva sivatag, tehát ott volt egy kis zöld is, ne felejtsük, hogy Ábrahámék még Berzsevába nyelvet legelgettettek. De mindenképpen az, hogy Qumran, ez az a város neve, ahol ők éltek, egy visszavonulva a várostól, a kereskedelemtől, egy teljesen új világot építettek fel maguknak, ezekben a qumrani barlangokba. Ott vannak ezek, látjátok. Ma is megtalálható a város, és mondjuk tudtunk, hogy Josephus Flavius leírja, hogy ezek voltak ezek az emberek, így tudtunk összesen, ameddig nem találták a komplet holtengeri tekercseket, és abban láttak, hogy voltak városleírásaik, voltak saját szabályzataik, saját törvénykönyveik. Tehát ez volt a harmadik út, amíg azt mondta, hogy mind a kettő hülye. Hülyék ezek a rabbik, okoskodó rabbik, hülyék a visszarendeződő konzervatív szadduceusok, hülyék az igazi út, vissza Mózeshez, a sivatagba, a tisztaság, és ott csinálja meg. Hát ugye a rómaiak ezt elég hamar elrendezték, és itt van mindegyik csapatot nagyjából, a nemesi származású visszarendeződő szadduceusokat egyszerűen, mint nemeseket, egyszer meggyilkolták, mert eldeportálták, a qumraniakat aztán, ugye el tudjuk képzelni, mit csináltak ott ezekkel a szerencsétlenekkel a sivatag közepén római katonák. Itt van egy ilyen kis városban laktak, látjátok, földművelés plusz másolásból éltek. Hát ilyen magák is, ilyen prekibuc életet régen, látjátok, talán egy picit zöldebb volt azért mindenre felé. Itt van Qumran, ugye ez itt van Jeruzsálem mellett, itt van qumrani. Tehát ez egy nagyon izgalmas a qumrani tekercsek. Szóval igen. Tehát ez a három vonal volt
itt nulla környékén, hogy merre indul el a zsidóság, de a rómaiak ezt lezárták, mint mondom, elég hamar, mert gyakorlatilag kiirtották a kumrániakat, kiirtották, vagy eldeportálták a hercegeket, előkelőket, a visszarendeződőket, és aztán maradtak a parasz zsidók, azt mondták, hogy milyen jó fejek a rabbik, a proféták, vándorrabbik mentek hozzá, és gyakorlatilag ilyen, vagy Jézus is egy ilyen vándorló tanító volt, egy szótóra magyarázó, és a farizeus zsidóság maradt meg gyakorlatilag egyedül, ami azt jelenti, hogy értelmezi a szöveget, és maga a Misna is, meg a Talmud is ennek lett a fő műve, hogyan értelmezzük a Tórát. Így is történt, ugye Misnai kor, Tanaiták, Talmudi kor, Amoriták, Amoraim, Talmud lezárása, Szavoraim. Azért a Talmud lezárni, mert fölbukkant egy új csapat. Eddig nem voltak az arabok. Ugye itt van a Hajj, a Mohamed, igen, itt látjátok, Mohamedet, igen, tessék. Igen, itt van valahol Mohamed, biztos, hogy van valahol. Mindegy, tehát itt van valahol Mohamed, képzeljük oda. Az a komment. Mindegy, szóval higgyétek el, itt van valahol. Arab, megjelent az arab, mint iszlám vallás, a maga erőszakosságával, és ezt is elfoglalják ezek a nomád népek Babilóniát, akkor már ugye Új-Babilónia, Bizánc, stb. A zsidóknak menekülniük kell, és itt azt kell mondani, így 700-800 körül ebben az időszakban itt nagyon erősen, bár nem volt nagy számú az a zsidóság, de gyakorlatilag kiirtották a babiloniai tanházakat. Ez úgy nevezik el Talmudit, arca, de mi? Így nem rákeresni a Wikipédián talán, Talmudi Akadémia. Igen, nem Baltimore kell nekem értelemszerűen. Babilónia, talán itt lesz. Igen, ez az. Hát erről beszélek itt éppen. Mint látjátok, így néznek ezek a tanházak, Rav Ashi szúrában van szúra, Pumpedita és Nehardea. Szúra, Pumpedita, Nehardea, Almaddal, Mahuza. Itt van szúra, talán van ez a szavarányunk. Nagyon jó a szócikke egyébként tényleg. Zseniális, tényleg zseniális figurák voltak. Ezekben születtek meg, mint mondom, óriási szócikke van, tehát angolul. És nem pontos egyébként a szócikke. Ha visszamegyek ide, tehát ez kb. Innen ki ez a Rabbi Ashi, Rav Ashinak a tanháza. Rav Ashi lesz az, aki majd lezárja a Talmudot. Hát ott tanul a Rav Ashi, itt előlül, de hallgatják, hozzászólnak. Tehát ilyen volt, a talmudi főzsa idéznek ki, és ezekben a városokban, mint látjátok, itt van szúra, itt van, látjátok, szúra, ma Iraba van, Szúra Akadémi, Nehardea szintén, mellette, és van Pumpedita. Tehát ezek mind-mind egy kisvárosok voltak, mint hogy ma, tehát ma ugye azt mondjuk, hogy nagy zsidóság volt Bodrogkeresztúron, meg Nagykállón, meg Mádon, azt jelenti, hogy volt 5000 zsidó. De mégis ez a 3000 zsidó egy ilyen kis faluban, az csúcs volt. Hát, és ilyen volt ezek a tanházak, de mint látjuk, hogy egyszer arab hódítók, a Pumpedita, harmadik Pumpedita, van Pumpedita, és itt van, látjátok, Irakban szintén, tehát itt van ezek a tanházak, és tényleg ezeket sajnos
legyilkolták teljesen, vagy elzavarták a arab hódítók, és az összes tudással, mi volt nekik, szerencsére leírták a Talmudban, de itt ez a Szávoraim kora, ez a 200 esztendőt körülbelül erről szól, és gyakorlatilag megszűntek el a tanházak, helyettük lettek a gaonok. A gaonok, az is egy jó szó, szinte ha már vagyunk a magyar nyelvben, a magyar zseni szó innét származik, és ez azt jelenti, a tanházak helyett átvették a zsidóság vezetését egyéni vezetők. Tehát a gaonok voltak a az összekötők, a zsidó közösség az uralkodó között. Tehát nem királyok voltak, nem hercegek voltak, hanem rabbik voltak, de a közösség rabbiként adott el, döntöttek mindenben, vallási kérdésemben, világi kérdésemben, gaonok kora egy kb. 400 esztendő volt. Ez azért is érdekes, mert ebbe a kb. 1000 esztendőben, ami itt van, na, mennyi vissza, hol vagyunk. Tehát ezt nem is, hogy nézhetek a dolgot, tehát visszakomenni idáig, vagy viszonylag egy percig idáig, hogy lássuk. Ugye királyok kora lejárt, ugye leromlott a szentély, nincsen királyok, mi zsidóság visszatér, akkor lett egy parlament. Ezt elnevezték a Knesset Gdolának, nagy gyülekezetnek. Nagy gyülekezet volt, ez nem egy választott parlament volt, ez egy kijelölt parlament volt. Tehát mint a felsőház mai világban. És gyakorlatilag, ameddig a nagy gyülekezet volt, aki összeadta a Szentírás például, egy rabbinikus, profétik és nagyon nagy emberek voltak, és valamely ideig működött még, de utána ugye átvették a vezetés az országban az egyéni rabbik, átvették utána, megszűnik a Szentföld, Babiloniában szinte rabbik, tanházak voltak, és végül ebből a szép csíkból, a parlamentből a tanházak egyéni vezetők. És azt lehet mondani, a gaonokat elfogadták abban a korszakban, akik ismerték mindannyian, mert az a gaonok, mert ők voltak a gaonok, a zsenik, akik bármit mondtak, és bármi volt, az úgy volt, és írtak könyveket, ők írtam az első imakönyvet például, Amaram Gaon, írtak filozófiai munkákat, és elkezdődtek a különböző filozófiai munkák, de látjuk, hogy Gaonok korában gyakorlatilag Izrael lakossága lenullázódik. A gaonok nem Izraelben élnek, Szádja gaonnak például látja, hogy itt szép is épülő. Tehát van egy figura, nézzek, tehát csak hogy lássuk az éveket, tehát akkor még nincs ez a honfoglalás, 8-90, akkor születik. Tehát Szádja Gaon, egy gaon volt, mint látjátok, van egy szép arab neve is van neki, exilark, ugye vezető volt, és Egyiptomban született, de nem is tudom Izraelben, tehát látjátok, ezek nagyon csinált szótárat, naptárat csinált,
ez van magyarul is, megjelent a ebben most magyarul is megjelent a könyv például. Itt van, igen, itt van, bocs, itt van, pont. Ez meg a magyarul is. Tehát ez, hát az, hogy egy gaon azt mérte fel, abban a pillanatban, aki mire van szüksége a zsidó népnek. Azt csinálta, hogy akkor előkerült még egy szekta, karaiták. A karaiták egy nagyon izgalmas szekta a zsidóságon belül. Majom is létezők a karaiták. Egyik alkalommal fölraktam egy videót róluk a karaitákról. Itt látjátok, félig zsidó, félig arab, ilyen mindenféle ilyen furcsa keveredés a karaiták. A karaszendi olvasni, kore. Azt mondja a karaiták, hogy visszamennek ők is. Ide mennek, visszamennek egészen a profétai kor elejére. Ez egész az egy hülyeség az egész. Mi csak azt mondjuk, hogy le van írva, a kará, a kore olvasni. Tehát csak a leírt szöveget nézzük meg. Itt csak mindjárt. Itt van, majd itt van, tessék. Megkerestem. Itt van szágyagáonunk, itt van. De hát nincs is már kék szivácsát, itt már csak izé van. Szóval lehet. Mit? Milyen az itt nem tudom, mindjárt megnézem. Ez a könyv, amit mondok, emolbe de ott, tehát ez a karitek elleni, ugye szádja gáom. Tehát a kariták, mindjárt meg lehet googlizni. Tehát a karitek azt mondják, hogy minden karaim, látjátok, olvasni szóból jön. Karaim, olvasni is van írva, bocsánat. Itt van Berseba, Ramla, Ásdod. Tehát él 20 000 karaita. Olyan zsidók, és semmi, tehát mondjuk egy példát, jó? Azt mondja a Tóra, hogy ne gyújtsál tüzet szombaton. Aznak a rabbi ki, hogy ne gyújtsál tüzet, hogy szombat előtt meggyújtsál tüzet, az nyugodtan éket. Azon meg a kajádat sabátra, ne fázzál, stb. Azt mondják, hogy akkor nincs tűz. A sabátkor ülnek a hidegben, teszik a vajas kenyeret. És azt mondja Szádja Gaon, ez egy hülyeség, ezt felejtsétek el, ellentétes minden rabbinikus gondolattal, és Szádja Gaon azt mondta, hogy köteles minden zsidó szombaton délben meleg ételt enni, héberül hamin, ami mi a mai héberben, hamin, sólet. Hamin, héberül sólet. Az egy meleg étel. És ezzel bizonyítsd az be, hogy te vagy karaita. Az gyújtsál, tehát a sabbat előtt a tüzet tartsad életben, és így mutasd meg, hogy te vagy karaita. Innentől van az, hogy a zsidóknak meleget kell lennünk szombaton. Kötelesség meleget enni, mert Szádjákonnak egy rendelete volt, karaiták ellen. Visszatérve, gáonok egyébként tényleg nagyon figurák voltak, de velük, mint mutatom a képet, viszont a képünkre, mint látjátok, a karaitákkal együtt, a gaonokkal együtt megszűnt izraeli zsidóság. És egyszer arabok elüldözték, legyilkolták, stb. És át, látjátok, itt van, kezd egyre zöldebbé válni a lap, Európa. Menekülnek Hispániába. Mint látjátok, szép lassan beindulnak a zsidók Európa felé, és innentől fogva, látjátok, ez a real time körülbelül, de itt ez meg kell említeni mindenképpen két dolgot. Az egyik, hogy most három ember szeretném említeni. Az egyik ember, három olyan figurát a zsidó vagy zsidóság, akik tényleg fontosak. Egyik az Rási, zöld színű Európa, mint látjátok. Másik az Rambam,
Sárga Afrika, és József Káró, a harmadik Izrael. És ez a többi, azt majd a következő áfélyben megnéz a többi, tényleg fontos ember lesznek itt. Rási, akit előbb a előző órán néztünk, ő az a kommentátor, egész család végig kommentálta. Franciaországban élt, mint látjuk, Talmudot, Tórát kommentált végig, Rabbi Shlomo Yitzhaki, tényleg egy zseny. A maga korában nem volt egy ilyen szupersztár rabbi. Élt egy kis városkában, Troában, és ott élt. Utal felfedezték őt, hogy milyen zsenási úrája volt a Rási. Rási. Van magyar szócikke is van Rásinak. Itt van. Minden itt van. Angolul is. Látjátok? Igen. Hát ennyi volt, de volt. Tényleg egy Rabbi Shlomo. Hát csak lányai voltak. De ez így előfordul időnként. Szóval a lényeg az, hogy nem volt nem volt az, ő volt a világrabbia. Nem vagyok egy francia szakos, de hát Troyes azért nem egy nagy város szerintem ma sem. Hányan laktak? 60 ezer laktak benne, jól látom, mennyien? 60 ezer laktak benne. Tehát egy kiskunhalas. Bocsánat, hogy nem mondom, a kiskunhalasiakat, a troyaiakat, de tényleg szóval picike. Ott ez a Rási érdekült magában. Francia mértéje pláne pici, de mindenképpen utra felfedezték, egy zseniális, mindent tudott. Tehát ő a Rási, Európa, mondtam Trump. Boltkereskedő volt egyébként civilben, és mellékhású rabbi volt. Trumpban nem bírt megélni a rabiságból. A másik figuránk, aki nagyon fontos, ugye látjátok, 1060, tehát 1040, tehát egy picit, egy gondolatnyival később élt Rambam. Rambam, ő aztán a pont ellentetje volt Rambam, mint a Rási, angol teszem a lehetőség kedvéért. Hát Rambam, ő a szupersztár, a Ronaldo és a Messi összerakva egybe, körülbelül. Tehát ő az mindenki, amerre ment, meghajoltak, hát ő egy zseni volt, a korszaknak a vezető rabbia, de, mint látjátok, ha megkérdezem, hogy hol van, hogy hol igen, született Kordobában, de gyerekként el kellett menekülni a arabok elől, és végül Fosztatban hal meg. Mint látjátok, tehát minden foglalkozott igazándiból, filozófia, vallási jog, orvos volt, művei, minden, tehát tényleg a szupersztár volt. Egy tanárom ez úgy mondta egyszer, hogy ez el tudjuk képzelni, hogy a Rambam elprüszkölte magát, akkor Gibraltártól Kairóig mindenki azt mondta, hogy egészségedre. Olyan, hát ő volt a vezető. Tehát ez a jelzőben az afrikai, ázsiai és európai zsidóság, szerintem Rási Troában a putriban ott vázatott valamit, miközben Rambam vele szinte egy picit jól látjuk, egy kicsivel később, egy pár évtizeddel később, ő volt a szupersztár, mert arab világban elfogadták őt bizonyos helyeken. Hát igen, tehát tényleg látjátok, hagynálom, tehát el lehet olvasni, és szintén nagyon komoly a mind a magyar, mind a angol nyelvű Wikipédiája, mindent tudott.
Mindent tudott mindenről. Szóval ő volt Rambam, de ő is egyébként a főállásban orvos volt, és mellette volt egyiptomi zsidósa vezetője, mondom, vallások, világlátás, filozófia, ugye, csak abban, ő írt könyveket is. Szemben Rásival, Rási mit semmit. Rási magyarázott csak, és a diákai leírták. Rambam, amelyet orvosod, egy, nem azt mondjuk, grafomán volt, de gyakorlatilag grafomán volt. Works. Igen. Tehát misna kommentár, Talmud kommentár, micva gyűjtemény, a misna tóra, a 14 kötetes vallások gyűjtemény, a arisztotelészi filozófia értelmezése, ez a tévejegő mutatója, responzum gyűjtemény, tehát kérdés az gyűjtemény, jemeni nagylevelések voltak, tehát tényleg nagyon brutális mennyiségű anyagot írt, miközben orvos volt, a kalifa orvosa, miközben hitközség vezető volt, tehát egy robot volt, Rambam, Szaladinak volt a orvosa. Hát ő a Rambam. És ugye már korábban is akartam mondani, a gaonok korából születik meg egy újfajta zsidó irodalmi technika, a teshuvot, angolul responsa. Azaz, jön egy kérdés egy levélben, és a rabbi megválaszolja, és lepublikálja. Ez mi is tanítok, ugye, szóval péntek délutánonként, ugye, amikor van egy kérdés, és van egy válasz rá. Hát innentől ezek a responzák megmaradtak. Tehát ezeket lepublikálta, megmaradtak, tehát a mai napig is a Szefárián, épp unatkozik a Szefárián, be tud keresgélni, angol is vagy csomó fönt van, Szefáretex, és a responza, itt van, tessék. És itt van a Gaonimok responzája, a Rishonimoknak, Sherida Gaonnak, ugye a Gaonok korából, tehát Rambam responzái, és ott van a Iget Rambam, tessék, ott a Rambam, tehát hogy Rambam levelezése, jemenieknek, nagyon híres jemeni levelezése, sorongi lefordítva. Tehát igen, tehát ez mind fönnmaradt. És ezek a szövegek, ezek ezéves szövegek, tehát egyszerűen tényleg egy nagyon, így látjátok, hogy megkeres egy levélben őt, hogy milyen jemeni zsidókkal, és meg szépen egy levelet, hogy hogyan kell, és pontóba szedi, hogy mi a túlélés útja. És hát, hogy nagyon izgalmas, tényleg. És ugye visszatérve, ő volt a második, tehát ezt a korszakot hívják úgy majd a későbbiekben, hogy Rishonim, a korai magyarázók korszaka. Ez le fog zárulni a Rishonim kora, ez az utolsó gondolatom ma, ez a József Kár nevű bácsival. Ő lesz a lezáró. József Káró fogja magát, és mindent, amit volt, ezt a 1500 évet leírja egy könyvbe, amit elnevez József Káró, elnevez Shulchan Aruchnak. Tétet asztalnak. József Kár, látjuk, hogy későbbé látjátok, Sunáruk. Ez az a könyv, amiben József Káró minden létező halakhát beleír, összefoglal, rendszerez, az egyedi könyvet, bár egy szaradi figura volt, ugye neki a neve is szerint
vagy Marán a rabbink, vagy Mechabér a szerkesztő. És ezt a József Károlynak a munkáját, ő is egy Toledo-ból menekül el, tehát ő is a Hispányban menekül el, és végül Szfátban hal meg, Szfát, aláírása. Ezt össze fogják fésülni pár évvel később egy askenáz rabival, meg fogom tanni, de a zsinagógája, de a sírja, Szfatton, voltam ott. Ezzel a bácsival, itt később, egy pár évtizeddel később él, eljut oda Moshe Iszei krakkói rabbi, eljutott hozzá a kézirattal József Károlynak, és belefirkálta a szó nemes értelmében azt, hogy mi itt Krakkóban, mit csinál másképpen. És a kettő, tehát a József Károlynak és a Moshe Iszei lesznek a munkáját Velencébe egybehúzzák, és ez lesz az igazi sumáruk. Nem, egyáltalán nem konzultáltak, valószínű. Sose beszéltek egymással. Egyszerűen megkapta a könyvét, és elnevezte, most is ez a saját könyvét, mappának. Mappá, terítő. Sumáruk a terített asztal, kapta egy mappát a terítőt. És ez az a sumáruk, amit ma lehet kapni. És lapot. Tehát ma így néz ki egy sumáruklap. Hasonló, ugye hasonló, hogy egy velencei szerkesztésű, vagy könyvnyomtának a szerkesztése. Klasszikus ugye az a leírási volt, csak be is töltötték szép lassan. Igen. Így néz ki. Eben ezer, ez itt a sumáruk, a nagybetűs, és itt van benne ez a Haga, ez a Moshe Iszer lesz. Más betűvel, de összefeladták kettőt, és mint látjátok, ez a kis betűt zárójelben mind a kommentátorok. Tehát végig van kommentálva, csak mindig ez az ilyen zájn, olyan zájn, ilyen tett, stb. Hát ez maga, tehát ez a szöveg maga, középső szöveg, rengeteg kommentár. Itt is látjátok, itt van. És van egy Haga, azt mondja, és itt van ez a, minden hasonló, ez a különbség. Igen, szóval, igen, ez te komplet, tehát szépen néz ki. Mint látja, nem is tudom, mi ez itt. Ez egy Európa, ez túl pici ment. Ez sumáruklap, tehát hasonló, mint a törzsszöveg, kommentárok, körbe-körbe karikába. Tehát ez lesz, és amikor ez megszületik, azt mondták, hogy innentől fogva rabbi nem írhatja le az egész rendszert elejétől végéig, mert már leírta József Káró, ez nem lehet überelni, innentől fogva a rabbik már csak hozzászólhatnak, vagy egy adott részt értelmezhetnek, ezt be is tartják. Tehát ezzel oda, hogy egy rishonimok kora, az első kora, és jönnek az acharonimok majd, a sok egyéb rabja, aki hozzászól, magyarás, stb. De itt 1540 körül, sumáruk, hát abban be van írva, már áll. Van sumáruk. Á, itt van. Ugye sumáruk, ha így nézzük, ugye Kuzári, az minden, Misne Tóra, ez Rambám, Rambámnak a törvénygyűjteménye, More Nebuchim, ez is Rambám, tényleg mutatója, Kuzári ez a Júda Lévinek a kazár, a zsidóknak itt levele, ez hova volt, ez ugye ez a Szádja Gáonnak a könyve, Árbaturim, ez a négy osztop, ez a sőnök az alap, a felvezető könyve, ez előttétek 700 évvel, négy osztop, ez a sumáruk erre fog épülni majd, négy oszlop, terített asztal, terítő. Így néz ki majd a Árbaturim ott az. De ez nem volt annyira befutott, tehát nem volt úgy összerakva, és ezzel parallel, mint látjátok, a
ott bent a Misne tóra, meg minden szar. Ez nem volt Árbát, olyan jó egyébként, de nem annyira zseniális könyv. Ugye a József Káro ezt értelmezi tovább, és ezt gondolja tovább egyszerűen. Tehát ez a korszakban vagyunk most éppen, és innentől folytatjuk a tanulást. Ami érdekes, hogy mint látjátok, a sárga színű, ugye az afrikaiak, ázsiaiak, tehát itt mind a zöld színűek, ez egy nagyon komoly munkát végeztek, és az az érdekes, hogy tényleg, hogy Izrael gyakorlatilag kiesik ebből. Az arab uralom alatt, ez mind-mind ugye Egyiptom, Hispánia, mi Franciaország az nem annyira, de Hispánia, tehát Észak-Afrika, stb. Ezek mind-mind kuzari, mind-mind a arab felhatóság adtak. Hát időnként ez jó volt a zsidóknak arab felhatóság alatt, időnként nagyon szívás volt, de ugye a nagy küzdetés azért, ugye az a spanyoloknak, az Aragón és Kasztília ház egyesülés, akkor Isabella és Ferdinánd házsa, akkor lehet a nagy küzdetés a zsidóknak Hispániából. Ugye ez a mai napig nem tudták feldolgozni a spanyolok ezt a történetet. Szóval mindenképpen egy nagyon izgalmas, és ha valaki a zsidóságba be akar térni például, ez fontos, hogy ezt megismerje, ezt a történelmet is. Oké, ennyi volt mára. Köszönöm szépen, Robi. Köszönjük. Sabotó.